Tessék, sziasztok! Sziasztok! Köszöntök mindenkit itt az ELTE-n is és a CERN-ben is. A kutatók éjszakájáról jelentkezünk be néhány lelkes nézővel, akiket érdekel a CERN belső működése. Köszöntelek titeket, Béni Noémi és Szilasi Zoltán lesznek a házigazdáink ma, és előre szeretném mindenkinek jelezni, hogy a program interaktív, ez azt jelenti, hogy nyugodtan lehet kérdezni, tehát nem olyan, mint az előadások az egész nap folyamán, hogy meg kell várni az előadás végét, és akkor utána feltenni a kérdéseiteket. Ha bármi eszetekbe jut, vagy csak szeretnétek megkérdezni valamit, akár a fizikus létről, akár a CERN-ről, akár bármiről, akkor nyugodtan szóljatok, rendben? Jó, át is adom a szót nektek. Köszönjük szépen, sziasztok, jó estét Sziasztok. kívánunk. Így van, ahogy Ági mondta, ez más, mint a többi, és abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy nekünk már nem kell fizikáról beszélni. Úgyhogy akkor csapjunk is bele. Én azt mondom, hogy ezt a képet elveszem, ezt pedig átállítom erre. Hát ahol ez a kép egy nagyon szép látkép arról, hogy igazából hogy néz ki ez a világ itt körülöttünk. Itt leghátul látszik, igen, oda próbálok az egeremmel, majd nem majd én csinálom, az egérrel oda próbálok piszkálni, ez a Mont Blanc, meg az Alpok, itt előtérben elterül a Genfi medence, itt van maga a Genf városa, a Genfi tó, a Genfi repülőtér, és itt az előtérben, egyébként ez a Jura nevű hegyről készült ez a felvétel, itt az előtérben láttok egy ilyen nagy sárga, majdnem kör alakú valamit, ami persze természetesen be van rajzolva a képbe, azért ez a valóságban nem, nincs megjelölve a Földön természetesen. Ez maga az LHC, a Nagy Hadron Ütköztető, ami nagyjából 100 méterrel a Föld alatt egy kvázi metró alagútban létezik, leledzik. A maga a CERN, amit legalábbis a köz CERN-nek hív, az általunk Merani kampuszként tisztelt terület, vagy mondjuk úgy, hogy a CERN-nek az elsődleges területe, az ott van, ahol az egér mutatja. Eredetileg, hát nem ment át rajta a szaggatott vonallal jelölt államhatár, csak az államhatárig tartott, és ahogy múltak az évek, szépen terjeszkedett először a határon túlra, aztán létrejött egy második kampusz, ami a közelben levő faluról Refszan kampusznak neveződött el, és hát közben pedig hát eléggé nagy gyorsítók épültek, és maga az LHC, az ugye az SPS-sel együtt már a föld alá kerülve igazából nem is saját kampuszon van. Na most, amit lehet látni, itt a Noémi azért mutogatta, hogy itt vannak mindenféle feliratok, az LHC-n van négy nagy ütközési pont, szerintem nekem valahol van egy olyan ábrám, tehát négy nagy ütközési pont van, ahol négy nagy detektor terül el, ezek így névsorrendben az Atlas, ugye A Toroidal LHC Apparatus, illetve a CMS, a Compact Muon Solenoid, és hát ezek ketten nagy általános célú proton-proton ütközésre kihegyezett detektorok. Itt a CMS-nél talán látszik is, ugye a C az azt jelenti, hogy kompakt, tehát kicsi, itt látszik az öntudatos proletár. A CMS valóban pici, csak mintegy 16 méter átmérőjű, egy négy emeletes ház. Ehhez képest az Atlas minden dimenziójából nagyjából a duplája, de ugyanarra képesek, és nagyjából ugyanolyan pontosak is. Az eltérés az kimondottan azért van, hogy két különböző típusú detektor legyen, és ugye ugyanazt látjuk ennek ellenére, akkor lehetünk abban biztosak, hogy nem a detektorunk műterméke az, amit látunk. A másik két nagy kísérlet az ELIS, ugye LHC Ion Collision Experiment, és az LHCB, ami LHCB, ezek közül az ALIS, az nagy nehézion kísérlet, nehézion ütköztetésre van kihegyezve. Mi nem csak protonokat ütköztetünk az LHC-n, hanem évente nagyjából egy hónapig, a legtöbbször teljesen lefosztott ólomatommagokat, de hát volt itt már xenon, az idén talán a pletyka szerint lesz oxigén is, és ennek a
kísérletnek az elsődleges célja az úgynevezett koagulomplazma létrehozása és ennek a tulajdonságainak a tanulmányozása. Nem mintha az Atlasz és a CMS nem csinálná ezt, meg az előbb a terítéken lévő Gábornak is van valami köze ehhez, de alapvetően az ELISZ van erre leginkább optimalizálva. Az AHCB, ő egy egészen más pályán játszik, ő a ékvarkokra alapuló töltésparitássértéses folyamatokra kíváncsi, és mindemellett egészen komoly egzotikus dolgokat is kutat, például pentakvarkokat fedeztek föl nem olyan túl régen vele, tehát ő egy egészen más történet, borzasztó izgalmas, amit csinál. Tehát mi itt vagyunk most az LHC-nak a tetején, és ahogy azt az előbb lehetett sejteni, a határnak a francia oldalán, mondanám, hogy mélyen bent Franciaországban, mert nagyjából, ugye pontosan ennek a majdnem körnek az átmérőjének a túloldalán vagyunk, magához a Merani kampuszhoz képest, egy olyan 9 kilométerre, tehát mondhatom azt, hogy mélyen bent Franciaországban. Ez egyébként a legmesszebb levő üzemi terület a CERN történetében. Ahol pedig ülünk, az pedig maga a vezérlőterem. Én azt fogom kérni a Noémitől, hogy szaladjon köszönöm, már ugyan körbe a meg. mobil Jó. kamerával, és nézzük meg, hogy mi is ez. Ugye nyilvánvaló, hogy egy ekkora dögöt valamilyen módon vezérelni kell, valamilyen módon a paramétereit felügyelni, állítani, karbantartani kell. Ugye 120 millió adatcsatornánk van, tehát van itt azért feladat bőven. És ennek a története zajlik ebből a teremből, ahol vagyunk. Egyébként ez még épül, ez a terem. A régi, sokkal kisebb vezérlőnket cseréltük le az év elején erre, és hát most már sokkal tágasabb, sokkal kevésbé zavarjuk egymást a crew-val, aki most is éppen dolgozik, hiszen maga a gyorsító is éppen jár. Én annyit meg tudok nektek csinálni, hogy be tudom játszani, igen, ezt a képet, akkor nem játszom be ezt a képet. Tehát azt lehet látni, hogy éppen injektálunk protonokat a gyorsítóba. Jó, most éppen nem a fizika a cél, hanem a gyorsító fejlesztése, ugye ez lehet is látni, hogy machine development van. Ez rendszeresen előfordul a gyorsító életébe. Ne felejtsük el, hogy ez is egy egyedi darab, ennek a fejlesztése is egy fontos dolog, tehát időnként engedni kell őket is játszani. Jó, ebben a szobában, tehát ugye, ahogy az előbb mondottam, itt ül maga a stáb, aki a detektort, hát ahogy szoktam mondani, kergeti. Állandóan van itt a főstáb, akit most láttok, ugye maga a műszakvezető, a shift leader, tőle balra ül, nem terül el, a hardwareért felelős kolléga, tehát ő az infrastruktúráért felel, a detektornak az összes paraméterei, tehát feszültségértékek, hőmérsékletek, hűtőfolyadék, stb. Állapotáért felel, illetve a biztonságért, a hozzáférésekért, a viziteket is látják. Egy csomó minden van, amit ezek a kollégák felügyelnek és látnak. Igen, ez a detektor biztonságért felelős panel, és hát itt a túloldalán a műszakvezetőnek, pedig ugye az előbb említett kolléga párja van, az adatgyűjtésért felelős. Ugye, ami szintén, hát nem, hogy szintén, hát elsődlegesen az a fontos, hogy adatokat gyűjtsünk. Ennek a rendszere rendkívül bonyolult a CMS-ben, meg hát az összes többi nagy kísérletben is, és ennek az elvezérléséhez, felügyeletéhez is van egy plusz ember. És ahogy ezt mondtam, kettejükön kívül még ott van a műszakvezető, aki felel magáért az egész működésért, ő tartja a kapcsolatot a gyorsítóval, ő rajta múlik az, hogy a napi mérési feladat az végig legyen verve a detektoron, és hát ő a kapitány a hajón. Nagyon kedves kolléganő most éppen a műszakos itt. Rajtuk kívül van még két ember, akiknek a posztja most üres, az egyik a trigger, majd arról beszélünk, ha kell,
és az utolsó pedig az adatminőség, a Data Quality Monitoring. Én meg valahol ott ülök mellettük, és próbálok beszélni nektek, sziasztok. Egy ilyen kvázi üres asztalnál. Tehát így épül föl a legalábbis a központi régió, látjátok, egy ilyen karéban ülünk, mögöttünk pedig az aldetektoroknak vannak az asztalai, minden egyes aldetektorhoz tartozik egy ilyen asztal, ahonnan sokkal részletesebben lehet látni a sokkal kisebb egységet. Itt szoktak leülni azok a szakértők, akik kifejezetten a detektorokért felelnek. Ahogy látom, most szűkebb hazám a GEM szakértője éppen bent ül és dolgozik valamit. Jó, tehát ez a vezérlőterem. Én azt kérném a Noémitől, hogy akkor lassan induljon el a föld alá, hiszen az időnk az véges. Egy dolgot el kell mondani, hogy a Noémi nem mehet le egyedül a föld alá. Van egy nagyon kedves kollégánk, Andrész, aki el fogja kísérni, így van. Ő az egyik legjobb guide-unk, amúgy az előbbi vizitben, ami nagyjából egy fél órája ért véget, ő volt a guide, de most ő fog csendben maradni, és a kamerát ő fogja kezelni. Nagyon sok nyelven beszél, de a magyar ezek között nem szerepel. Jó, ők akkor elindulnak a föld alá, és én pedig lehet, hogy egy picit beszélek a detektorról. Szerencsére nagyon sokat már nem kell, mert Gábor megtette, úgy tudom. Ági, ez igaz? Igen. Én átvettem éppen a moderátorkodást, én Boti vagyok, de Ja, egyébként Boti. igen, nagyon sok minden elhangzott róla. Jó, oké, mert akkor én így egy picit kevesebbet fogok beszélni, meg kevesebbet fogok magamból mutatni. Kénytelen vagyok, mert eltűntek a kollégáim. És tehát ugye erről beszéltünk, hogy áll meg ez a terület. Arról is beszéltünk, hogy négy nagy detektor van ezen a gyorsítón. Arról még nem beszéltünk, hogy maga a CERN-nek a gyorsító komplexuma az egy rendkívül bonyolult. Tehát én azt gondolom, hogy talán a legbonyolultabb az összes versenyző közül. Ennek történeti, meg technológiai okai is vannak. Ugye egyrészt itt a jó szeműek biztosan látják, hogy ide az van odaírva, hogy 1959, tehát a proton-szinkrotron indulási ideje, általában itt az indulási idők vannak megjelölve többek között, és azt is látjátok, hogy össze van mindenki mindenkivel kötve, és ahonnan a nyilak indulnak, azok még véletlenül sem az LHC-ba mennek be. Ugye a LINAC 2, ami most már LINAC 4, az termel protonokat, és a protonok egy technikai előgyorsító után, meg rengeteg lineáris gyorsító után, először a proton-szinkrotronba, a most már, várjátok, számolni kell, 65 éves berendezésbe érkeznek meg, és itt nem tudom, lehet-e látni, mert most már az én szemem viszont ahhoz kevés, ezek nagyjából 24 gigaelektronvoltra gyorsulnak föl. Ami azért nem kevés, mert hát ez is a proton nyugalmi tömegének a 24-szerese, de mégis ez egy előgyorsító, és nem a LEP-nek a 7 plusz 7, most 6,8 valamennyi teraelektronvoltjára gyorsítunk egy lépésben. Mi több, a PS után sem a LHC-ba érkeznek meg a protonok, hanem az SPS-be, ahol 450 GeV a gyorsítási végenergia, és csak innen fog átkerülni hozzánk, hát itt egy kicsit bonyolultan, a proton. Ennek egész egyszerűen ugyanaz az oka, kicsit persze nyilván más irányból, mint amiért egy autóban sebességek vannak, sebességváltó van. El lehet indulni ezzel az autóval hármasban is, ezt jelentem, én már megcsináltam, nem vagyok rá büszke, meg lehet menni hármasban az autópályán is, na ehhez azért nem volt merszem. Mind a kettő működik, borzasztóan nem optimális, vagy nagyon lassan tudsz haladni, és nagyon sok energiát fogyaszt, és tönkreteszi a motort. Tehát van egy olyan sebességváltó, ami mindig a megfelelő nyomaték tartományban tartja az erő átvitelt, és ez nekünk tök jó. Ez a mi gyorsítós világunkra lefordítva abból áll meg, hogy nagyon más egy klasszikus proton, tehát amikor ugye elindul a proton, akkor ő gyakorlatilag álló helyzetből indul el, egy klasszikus mechanikának engedelmeskedő proton gyorsítása, meg nagyon más egy
ultrarelativisztikus protonnak a gyorsítása, más technológiát igényel. Össze lehetne őket erőszakolni egybe, de rendkívül bonyolult lenne, és nagyon sok lenne a veszteség. Tehát ha már úgy is itt vannak ezek a berendezések, akkor miért ne használjuk őket, és tulajdonképpen ez a történeti háttér, és ez magában a technológiai háttér is. Én azt látom, hogy a Noémi valahol nagyon érdekes helyen van, úgyhogy át is adom neki a szót. Sziasztok, ugye remélem hallatszok rendesen. Igen. Igen, igen, Oké, hallott. rendben. Szóval közben átsétáltam arra a helyre, még mindig a felszínen vagyok, ami egy beengedő kapu. Tehát innen is lehet látni, hogy csak úgy bemenni föld alatti területre az utcáról nem lehet, nem olyan egyszerű. Ahhoz, hogy föld alatti területre menjünk, mindenféle biztonsági vizsgát kell tennünk, mivel ugye ez egy zárt hely, gázokat is használunk, tehát le kell tenni mindenkinek egy olyan vizsgát, hogy hogyan kell használni egy bizonyos maszkot, ami, hogyha elfogy az oxigén, akkor oxigént kreál nekünk. Ennek a használatának a megtanulása kötelező ahhoz, hogy engedély legyen a lemenetelhez. Ezekhez egy beengedő, speciális beengedő kapu van, és az én adataim a doziméteremen vannak, és nekem meg kell mutatni ezt a kapunak, a kapu meg leellenőrzi, hogy tényleg én vagyok-e. Bemenetel nem olyan egyszerű, mert azt is néző, hogy csak egy ember jöjjön be, tehát ezt méri súllyal, vannak mindenféle Infrakapuk, fénykapuk, így van. infrakapuk ehhez, úgyhogy remélem Andrásnak sikerül behoznia a kamerát, én megyek előre, bedzselek, és utána majd András Hát is jön. legfeljebb, ha elsőre nem sikerül, majd szórakoztatunk titeket valamilyen egyéb Jó, showműsorral. szerintem Ez addig egy... nyugodtan folytasd tovább. Jó, hát én közben akkor annyit mondok el, annyit mutatok a embereknek körülöttünk, hogy körülbelül ez a föld alatti világnak a térképe, hogyha fölülről néznénk. A Noémi most ebben a függőleges aknában, ebben a PM54 nevű függőleges aknában fog leliftezni, és meg fog érkezni ebbe az üregbe, föld alatti üregbe, amit mi úgy hívunk, hogy szervízüreg. A kísérletben két nagy üreg van a föld alatt, az egyik a szervízüreg, ebben majd fogjátok látni, hogy miért is hívják szervízüregnek, a másik pedig a kísérleti üreg. Hát oda sajnos ma nem fogunk tudni átmenni, hiszen most is részecskék vannak az LHC-ban, és ilyenkor egész egyszerűen oda tilos belépni, de elmegyünk az utolsó pontig, ameddig lehet. Nagyjából ebben az üregben fog a Noémi sétálni. Jó, és a liftet fogja most éppen várni, Igen, beszélhetsz. sikerült elsőre bejutni, úgyhogy ez tökéletes. Én közben gyorsan meghívtam a liftet, mert azért eltelik egy másfél perc nagyjából, hogy feljöjjön, és lehet látni, hogy mínusz 15 méter, tehát ezt azért kiírja a lift Ez csak egy számolt számolat, pozíció. persze, nekünk is, meg a látogatóknak is, de ami viszont tény, hogy nálunk a liftbe van egy nullás szint, ugye ez a föld felszín, mínusz 1, mínusz 2 és mínusz 3. A És mínusz, lusz. és ennyi, ezek között a három szint közötti szintkülönbség az olyan 5 méter körül, de itt a nulla és a mínusz 1 között van 85 méter. De majd mindjárt kiírja a lift. Jó. Úgyhogy most Annyi. megyünk, bezáródik az ajtó, és én el fogok Így van, az a némulni. szolgálati közlemény, hogy lefele megszűnik az adás, fölfele viszont megmarad, ennek egész egyszerűen ilyen távközlési okai vannak, a Noémi leginkább ilyenkor a liftben egy 4G-s hálózaton van fönt a földfelszínen, ugye mivel Franciaországban vagyunk, egy francia szolgáltató szolgáltatja nekünk az adatkapcsolatot, lent a föld alatt pedig a svájci szolgáltatónk teszi ezt. Tehát ahogy a Noémi függőlegesen utazik, két ország között roamingol, és úgy látszik, hogy a Franciaországból Svájcba roamingolás az nem megy megszakadás nélkül. Látjátok, most már valameddig eljutott, és most már ő a svájci területen van, innen már lesz adás. Egyébként a Igen, dolog szerintem már. pikantériája az, hogy visszafele
nincs ez a probléma. Tehát Svájcból, Szerintem most Franciaországból roamingolni lehet minden probléma nélkül. Én vissza is adom a Noéminek a szót. 82 méter, mínusz Igen. 82. Ez a mínusz egyes. Így van. Egy kicsit széjjel nézünk. Így van, és már lehet is látni a kéregető szimbólumot. Ó, igen. Hát ez nem azt jelenti, hogy a kisfizetésű fizikusok ideülhetnek le, és akkor kunyerálhatnak pénzt, mert ugyan nincs kitől, mert a többiek is kisfizetésű fizikusok. Ennek egész egyszerűen az az oka, mi is az oka, Noémi? Jó, akkor mondom, tehát ennek az az oka, hogy mi használunk egy csomó gázt. Például, ahova most bemegy a Noémi, ott héliumot. Ha ez valamiért kiszabadul, akkor ugye megreked egy darabig ebben a föld alatti üregben, és hát eltűnik az oxigén, tehát hogyha ez bekövetkezik, az nekünk azért annyira nem jó. Ilyen esetben, erre az esetre van egy halomoxigén szenzor mindenhol a kísérletben, sőt, az egész CERN föld alatti üregjeiben, és egy bizonyos érték alatt, 18% oxigén koncentráció alatt beindulnak a riasztók, és akkor, hát ugye, ahogy a Noémi mondta, föl kell venni a maszkot, és nyugodtan el kell hagyni a helyszínt. Hol vagy most, Noémi? Tehát ahol most vagyok, ez tényleg itt hélium van ebbe a tartályba. Itt történik, ezt a héliumot nem az LHC mágnesei használják, hanem a CMS cukravezető mágnese, és itt történik meg a folyékony hélium készítése, tehát cseppfolyósítás, ha jól tudom, és innen át lehet pumpálni a detektorcsarnokba. Ja, azt elfelejtettük mondani, hogy Pontosabban ez a nem a detektor. mágnesbe, mutatom is a A mágnest. mágneset. Én Tehát mondtam a jelenleg, csapatnak, hogy a mondtad, szervizaknában, a szervizürekben vagy, igen. igen, tehát hogy a detektor az nem mehetünk, de a szervizekhez igen. Okay. András próbálja megmutatni a csövet, Itt igen, jön tehát hogy ott vissza, van itt jön felé. vissza a forró hélium magából a szupravezető mágnesből. A forró itt nagyjából 50 Kelvint jelent. Úgyhogy ez a terület egy olyan terület, hogyha bárki látogatást szervez a CMS-be, ide látogatókat nem engedhetünk be a biztonsági szabályok miatt, de én, mint dolgozó bejöhetek, tehát nekem megvannak a megfelelő biztonsági vizsgáim, tudom, hogy mihez lehet nyúlni, és mihez nem. Hát Úgyhogy így van, tehát igen. ahogy a Noémi ezt mondta, itt a különböző hozzáférések jogosultsághoz kötöttek, mind a Noéminek, mind az Andrásznak megvan az a jogosultsága, hogy ide belépjen, és itt munkát végezzen. Nyilván ez egy kicsit több, mint egy átlagos látogató. Úgyhogy ezek mindenféle pumpák, Kriogenikus érdekes módon pumpák, lehet kérem látni, szépen. hogy ez valószínűleg nagyon hideg, mert az ott jég a Igen, és annak levegőből. véleményem szerint nem nagyon illene ott lenni a lecsapódott párának, de hát mindegy, ez így van, ezek kriogenikus szivattyúk. Tulajdonképpen ez egy nagy hűtőgép, ez a cseppfolyósító berendezés, és hát a cseppfolyósítás szakaszának a végére ő 4,2 kelvines folyékony héliumot állít elő, az egyik ilyen átlós csövön pumpáljuk át a detektor fölött levő tartályba, nem közvetlenül a mágnesbe, és onnan forrázzuk vele a mágnest. Ezek pedig, hát ugye, mint mondottam, Ja. van nagyjából 120 millió adatcsatornánk, ezeket valamilyen módon ki kell hozni a detektorból, és hát még az adatcsatornák mindegyikére igaz, hogy biztos, hogy kell neki legalább egy kis feszültség, valami, egy csomónak egy csomó nagy feszültség, egy csomónak hűtés, kell víz, egy csomóból Gáz. rögtön optika jön ki, van akinek gáz kell, tehát rengeteg infrastruktúrális igénye van egy ilyen berendezésnek. Amit most láttok, ez a függőleges üreg, ez amit mondtam, ez a függőleges akna, ez a PM54 jelű akna, ebben van maga a lift akna, kicsit túlnyomásos, tehát tűz esetén oda nem megy be a füst, mi több a liftnek teljesen saját áramellátása van, saját dízelgenerátorral, mindennel felszerelve, ő akkor is működik,
hogyha mindenhol lekapcsoljuk az áramot. Ugye nálunk pont fordítva van, Szerintem mint a magas közben. épületekben. Jó, közben menjél, de pont Közben fordítva megyek. van, mint a magas épületekben. Ugye ott az az előírás, hogy ha tűz van, akkor a liftet ne használd, tessék menni a lépcsőn. Itt pont fordítva van, itt nálunk, hogyha tűz van, akkor menjél a lift előtti túlnyomásos zónába, és várd meg, amíg a tűzoltó majd lejön érted, és kivisznek a liften. Gyalog, van persze lépcső, de nagyon nem ajánlják a lépcsőn felmenetelt, ugyanis nem lehet megpihenni, ez folyamatosan tekergőzik fölfele. Tehát nincsenek olyan pihenők, mint egy normál szinten. Na itt lehet látni, hogy miért létezik a szervízüreg, és ez közben a mi kis feladatunk, igen, ez a fiberoptikai vagy fiberoptikai szenzorrendszernek a Igen, ez, kiolvasó része. Jó, mondjad, Noémi, én hagyom neked a... igen, ez egy, hogy counting roomnak mondjuk, nem tudom, hogy kéne lefordítani magyarra, mi lenne a jó szóra. Két ilyen szobánk van, ahol Elektronikai szoba. Igen. igen, köszönöm. Számítógépek vannak, tápegységek, ezek mondjuk lehet, hogy pont tartalék tápegységek, elektronikák, a adatgyűjtéshez, a trigger rendszerhez, de minden Hagy olyan. mondjam globálisan, igen, ezt akartam Oké. mondani, hogy tehát, hogy ugye van egy halom cucc, amit nem lehet akármilyen messze tenni egy detektortól. Más nem mondjunk, például a tápegységek ilyenek, ugye, hogyha nagyon messzire visszük, akkor egy csomó lesz a veszteség, kényelmetlen, jaj, nem jó, izé. Viszont nem Közben is megyek a teheted a... másik Jó, helyszínre, jó? oké. Viszont nem lehet közvetlenül a detektor mellé sem tenni, mert ezek az elektronikák ugye minimum a mágneses teret nem bírják, a szórt mágneses teret, de a sugárzásra is lehetnek érzékenyek, és van egy csomó olyan elektronika, pont ez a fiberes dolog, amit az elején láttatok, ami meg azt szereti, hogyha az ember időnként lemegy tutuigatni. Tehát be kell hozzá időnként menni random időben, ami azt jelenti, hogy nem feltétlenül kéne megvárni, hogy a gyorsító leálljon. Tehát ezek miatt hoztuk létre ezt a szervíz üreget, ami meg van tömve ilyen dolgokkal. Ennek két olyan szintje van, amin effektíve sétálni lehet, és a szintek alatt pedig az előbb is láttatok, bekukkantott az Andrész oda, ilyen álpadlózat alatti világ van. Ugye normálisan egy normális világban ez olyan 40-70 centiméter nekünk, én fel tudok egyenesedni benne. Mondjuk én nem vagyok bántóan magas. Jó, Noémi. Közben lejöttünk egy szinten lentebb, ez a -2, tehát mondtam, hogy a -1, -2 között azért nincsen túl nagy különbség. Most bemegyünk a másik elektronikai szobába. Én azt mondom, hogy mivel láttuk az előbb a felszínt, tehát ez is hasonló dolgok vannak, nyilván más eszközök vannak, a különböző alrendszereknek a detektorelemei, adatgyűjtői. Igazából azt kell mondani, hogy nagyon sok eszköz van, de egy-egy dolgozó nem ért mindenhez. Tehát nagyjából tudjuk, mivel fel vannak iratozva a rekek, hogy ki a tulajdonosa, nagyjából tudjuk, hogy melyik aldetektoré, de azt nem, hogy konkrétan minden mit csinál. Általában, aki dolgozik a CMS-nek az egyik aldetektorához, aznak az aldetektornak a rendszereit tudja, ismeri. Amit most az Andrész mutat, az éppen a műon kamráknak az adatgyűjtője. És azt hiszem, hogy igen, ez az adatgyűjtője a drift-tube Így van, kamrákra, ami a így van. hordórendszerben van. Mindaz ezek a kékek, ezek optikai szálak. És az adatgyűjtést azért optikai szálon hozzuk az adatokat, mert gyors. Sokkal gyorsabb, mint Meg nem a csinál földhurkot. Nem, igen, az meg a ugye másik. az egyik legnagyobb probléma ezeknél az eszközöknél, az ilyen bonyolultságú és ennyire finom, alacsony feszültségszintekkel dolgozó detektoroknál, meg eszközöknél, hogy hát maga a kábel az úgy viselkedik, mint egy antenna. Tehát mi nem akarjuk a BBC-t, vagy a
magyar rádiót hallgatni, a híreket minden órában. Nekünk ennél sokkal érdekesebb híreink vannak, de hogy ne nyomja el a egymásnak a zaja, illetve külső zaj a jeleket, ezért érdemes nem elektromos jeleket kihozni, és ezáltal azt a zajt, amit például magunknak generálnánk, azt is csökkenteni. Igen, ezek nagy feszültségű De kábelek. azért a résztől nem búcsúzhatunk el, mert a tápegységnek kell, Igen, tehát igen, ezek nagy ezek ráadásul feszültségű. nagy feszültségű tápok, és ez pont a dzsemé, tehát itt Igen. kilovoltok mennek be, igaz, az áram viszont nagyon picike. Ugye felmerülhet a kérdés, hogy jó, itt van ez a sok cucc, de hát hogy megy itt a kábel a detektorokhoz? A válasz pedig, ahol éppen vagyok, van három akna, ahol össze van kötve a két csarnok, és itt a kábelek, csövek, lehet látni, hogy nem tudok levilágítani teljesen az aljára. Hát ez van, vagy 15 méter mély, igen. Mélyre lemegy, detektor alatt pedig feljössz. Jó, És a azért van ez a detektor C azért. szó, ugye azért nem, nincsen így átfúrva luk, egyébként van olyan is, de arra majd külön kitérünk, de a legtöbbi a kábeleknek ilyen furcsa, körbe menő, sikánban menős dolog, meg hát ha hozzá kell férni, az is ilyen keringőzős, mert ugye az kell, hogy amikor jár a gyorsító, akkor azért a sugárzás ne jöjjön ki. Az meg általában szeret egyenes vonalba menni. Tehát, hogyha ilyen jó kis sikános módon van megcsinálva a hozzáférés, akkor itt a kábel be tud menni, de a sugárzás nem tud kijönni, és akkor mindenki nagyon volt. Egy pillanat, Jó. Hagyj Igen, szólok, igen. hogy szeretném bátorítani nézőket, mert látom, hogy nagyon csöndben vannak. Van esetleg kérdésetek? Minden érthető? Nincsen buta kérdés, csak úgy szólok. Nincsen olyan, hogy valaki hülyeséget kérdez. Itt aztán lehet. Ez egy safe space, itt lehet kérdezni. Jól van, Igen, és rendben van? ráadásul a tudomány is olyan, hogy egy csomó hülyeséget szoktunk kérdezni, mint később kiderül, úgyhogy semmivel sem vagyunk jobbak, mint az átlag felhasználó. És még egy dolgot meg akartam ígérni, gyágin keresztül is a többieknek, nem lesz vizsga. Mi nem lesz? Vizsga. Vizsga. Vizsga számon kérés. Igen. Jó, már viszont közben érkezett tényleg egy kérdés a Na. bátorításon. Én azt szeretném kérdezni, hogy mi volt a legnagyobb komplikáció, ami odalent így előfordult, és hogy oldották meg? Mármint, hogy baleset, vagy technológiai kihívás. Technológiai kihívás. Hát ugye azért azt tudni kell, hogy ebben a detektorban, meg ugye az LHC úgy van méretezve, hogy másodpercenként 40 milliószor találkoznak proton csomagok egymással, és minden egyes csomagban van 100-100 milliárd proton. Na most ezek, amikor találkoznak egymással, akkor nem csak egy-egy ütközés van, hanem számos, amit itt most láttok, felnagyítva, ez magának a detektornak a legbelső része, ahol az egyes sárga pöttyök, azok egyedi proton-proton ütközések, vagy legalábbis az, amit feloldottunk ebből, ezek nagyjából olyan 60 körüli szám, és az egyes vonalak, azok pedig a kirepülő részecskék. Itt láttok egy piros vonalat is kijönni, ez valószínűleg egy műon. Na, ez az egyik legnagyobb technológiai kihívásunk, ami van. Másodpercenként 40 milliószor ütköznek a nyalábok, nem csak egy-egy ütközés van, hanem 40-től 70-ig az LHC jelenlegi konfigurációjában. Ezt ki kell olvasni, és el kell dönteni 25 nanoszekundumon belül, hogy ezzel az adattal akarok-e foglalkozni, vagy sem. Tehát ez az alap probléma, ami miatt ezeket az LHC detektorokat, van még egy pár, de ez például az egyik olyan, amiért nem lehetett volna megépíteni a 80-as években, meg a 90-es években sem. Hiszen ehhez olyan gyors elektronika, annyira bonyolult, gyors számítógépes rendszer kell, amit egész idáig nem tudtunk csinálni. És az, hogy most luminozitásban majd lépünk, tehát hogy több részecske ütközésünk lesz durván megfogalmazva, azt azért fogjuk tudni most megcsinálni, mert most már van hozzá elegendő elektronikánk, meg elegendő kapacitásunk, hogy megcsináljuk. Számomra ez az, ami a legnagyobb, jó, persze
én nem szeretek rangsorolni, mert van egy halom még egyéb, de ez az egyik olyan, ami a legnagyobb technológiai kihívás, hogy hogy szedem ki az adatot egy ilyen detektorból. Nem tudom, mennyire voltam Választ kaptál a érthető. kérdésedre? Köszönöm. Valaki más esetleg? Állj, beindul a buli. Az a jó, az a jó, erre gyúrunk. Közben a Noémi megérkezett az utolsó pontra, ahol ő látogat. Én szerintem az én rusnya képemre nincsen szükség, ő rá meg rátok van. De közben a hangom megmaradt, tehát a dumálást megtartom. Nekem az lenne a kérdésem, hogy a detektorból még analóg módon jönnek ki a jelek, vagy már ott digitálisan elő vannak készítve, és az optikai kábelen adatátvitel van? Az optikai kábelen adatátvitel van, legalábbis azokon a kábeleken, amiket láttál. A kérdés változatos. Én a GEM nevű aldetektornál szoktam rontani a levegőt, ott a digitalizálás már magán a detektor elemen bekövetkezik. És utána nagyon hamar, ugye az újonnan épülő úgynevezett emízírós detektorainkban nagyon hamar optikai kábelre pakoljuk a jeleket, nincs is semmi egyéb feldolgozás, pumpáljuk kifele. A régebbi generációs dzsemekben, amik azért régebbiek, mert régebben készültek, de igazából a kijebb vannak, messzebb a kisebb sugárzási térben, ott megengedhetjük magunknak, hogy egy előzetes jelfeldolgozást csináljunk az optikai konverzió előtt. Igen, és utána onnan optikán toljuk kifele a detektorból. Na most persze vannak olyan detektorelemek, például a szintillátorok, ahol a magát, a fényfelvillanást egy optikai kábel viszi el, nem túl messze, egy fotoelektron sokszorozóhoz, vagy most már ugye avalanche fotodiódhoz, és onnan az elektromos jel és az elektromos jel digitalizálása után szintén optikai kábelen jönnek ki a jelek. Na, gyors válasz az, amit láttál optikai kábelt, azok digitális optikai kábelek. Köszönjük. Jó, én mondhatom azt, na... hol vagyok? Jó, még egy kérdés, és akkor utána gyorsan majd a Noémi lesz megint, aztán visszatérünk a kérdésekre. Igen, mondjad. Említette, hogy 27 nanoszekundum idejük van arra, hogy eldöntsék, hogy foglalkozik. 25. 25, bocsánat. Sem ezt úgy, hogy nem tárolódik minden adat. Igen. Igen, akkor megy tárol. Nem? Tehát ez egy nagyon jó kérdés, és ezt úgy nagyon reméltem, hogy ez a kérdés megérkezik. 25 nanoszekundumonként van gating, akkor történik proton-proton ütközés, de nem, igazából nem olvassuk ki ezt az összes adatot. Viszont el kell döntenünk, és ez a 25 nanoszekundum, el kell dönteni első lépésben, hogy azért érdekes-e ez az adat. Én azt szoktam mondani, hogyha ki akarnánk szedni mind a 120 millió adatcsatornát másodpercenként 40 milliószor magából a detektorból, és csak 8 biten akarnánk dolgozni, akkor is gyakorlatilag ilyen terabit per szekundumos sávszélességek kellenének, amik még csak most kezdődnek elérhetők lenni a világon. Ezelőtt 20 évvel, amikor terveztük, csináltuk ezt a detektort, még nem voltak azok. Tehát magyarul azt szoktam mondani, hogy ha a jóisten sávszélessége se lenne elég arra, hogy kihozzuk az adatot. De ha kihozzuk, akkor ez olyan mennyiségű adat lenne, amit a jóisten merevlemezére se lehetne felírni, és ha még az is sikerülne, akkor a jóisten CPU-ja nem lenne elég ahhoz, hogy ezt kiértékeljük. Tehát kell valami trükköt csinálni. Na most szerencsére a fizika segít. Az ütközések jelentős része, túlnyomó része az rugalmas szóródás, tehát a protonok, amikor ütköznek, pontosabban a protonoknak az alkotó elemei, azok, mint a biliárd golyók lepattannak egymásról, nem történik anyag-energia átalakulás, csak hát szétesik a proton, de igazából nem történik semmi érdekes. Ezt a fizikát meglehetősen jól ismerjük, ezt a elmúlt néhány évtizedben elég rendesen, de gyönyörű magyar szóval élve lekutatták a kollégáink. Tehát ezt ebbe plusz adatot gyűjteni nincs értelme, csak digitális szemét lenne ma már. Amire mi igazából gyúrunk, azok a jelenségek, ahol mélyen inelasztikus ütközés zajlik le, tehát amikor összeütközik két alkotóelem,
akkor nem egyszerűen lepattannak egymásról, hanem anyagenergia, illetve utána energia anyag átalakulás történik, és ennek a törvényszerűségei érdekelnek minket. Tehát ilyen módon jön létre mondjuk a Higgs bozon. Na most ezt el kell tudnom dönteni 25 nanoszekundum alatt, hogy van-e erre utaló jel a detektorban. Például az egyik ilyen, mindjárt visszamegyek arra a képre, amit én, ha visszatudok, ha visszaenged a gépem, igen, ezt akarom nektek mutatni, ez az. Tehát ezen a képen azt látjátok, amikor összeütközik két proton a detektor belsejében, ez egy rekonstruált kép, ezt a képet 2016. július 8-án 20 óra 47 perc 39 másodperckor rögzítettük, összeütközött két proton, és valamilyen mélyen inelasztikus ütközés zajlott le, aminek a következtében két műon részecske keletkezett két foton mellett. A műon, az egy protonban nagyon sok minden van, de műon az nincs. Ha ez megjelenik a végállapotban, tehát a műon detektoraink jeleznek, akkor ez valami olyan, ami érdekes. Sok ilyen van még, de ezt szoktuk könnyen elmagyarázhatóan elmagyarázni. Tehát ilyen módon, ezt mondjuk ki bátran, ezt úgy hívjuk, hogy trigger feltétel. Ekkor megszólal az első szintű trigger, az, hogy áthalad-e egy műon, azt relatíve könnyű megmondani, hiszen annak egy adott pályája van, egymáshoz közeli műon detektorok szólalnak meg, ezeket össze lehet kötni, anélkül, hogy kihoznánk a kábeleket, ezek tudnak egymással kommunikálni, ezek FPGA-i egymással beszélgetnek, és hogyha abban állapodnak meg, hogy tényleg itt volt egy műon pálya, és nagyon gyorsan ránézve erre a pályára azt mondja a pálya, hogy ez ténylegesen az ütközési pontból jött, és időben is jókor, akkor ez a rendszer szól az adatkiolvasó rendszernek, hogy hé, komám, szedjük már ki ezt az adatot, és ezzel egy kicsit részletesebben foglalkozunk. Ez másodpercenként nagyjából 100 000-szer zajlik le a jelenlegi konfigurációban. Ekkor az adatok felkerülnek ide a fejem fölé, ahol nagyjából olyan 15 000 CPU-nk van jelenleg, majd lesz azért fejlesztve elég rendesen, és itt már nagyjából 1 millisekundum áll a rendelkezésére ennek a számítógépes hálózatnak, hogy ténylegesen egy úgynevezett szignatúrát építsen, tehát hogy felépítsenek az eseménynek nagyjából a pofáját. Nem alkalmazza még a kalibrációkat, nem számol túl pontosan energiákat, de arra már alkalmas, hogy azt megnézzük, hogy az a szignatúra, amit például az elméleti fizikus kollégák, illetve a detektor szimulációk jósolnak, az nagyjából megvan-e. Ha megvan, és ez nagyjából 1000-szer következik be a jelenlegi konfigurációnál másodpercenként, akkor azt az adatot igenis letároljuk, magyarul felstreameljük innen a TIR nullára, és úgy nagyjából másodpercenként olyan 400 megabájtnyi adatot írunk szalagra. A kérdésed jogos, nem írunk mindent, nem mentünk el mindent, amiket a szimulációink helyesnek tartanak, azokat elmentjük, és hát persze van egy olyan történet is, ahol csak simán kockát dobálunk, ugye ez a zero bias trigger, ahol időnként akkor is kiolvassuk a detektort, hogyha nincs benne semmi érdekes, egész egyszerűen azért, hogy tudjuk, hogy a kiolvasó rendszerünk az rendesen működik. Az, hogy pontosan van-e olyan fizika, ami így kicsúszik a kezünk közül, azt kell, hogy mondjam, hogy nem valószínű, de hát természetesen nagyon durva dolgok is lehetnek. Egy biztos, hogy bármi, ami érdekes, az nagyon ritka. És ezért kell nekünk ennyire vadmódon ütköztetni másodpercenként 40 milliószor, hiszen a Higgs felfedezése kori konfigurációnál minden 3000 milliárd proton-proton ütközésre jutott egy Higgs bozon keletkezése. Amit itt láttok egyébként, az egy rekonstruált valóban mért esemény, amiről ma azt hiszük, hogy ez egy Higgs bozon keletkezése és elbomlása volt, két fotonra, illetve két műonra. Jó, köszönöm. Én szerintem a Noéminek visszaadom a hangot, és utána kaptok azért még kérdésekre lehetőséget, ígérem. Tehát ahol most jelenleg vagyok,
ez a két csarnok közötti beengedő kapu. Lehet látni, hogy a kapu maga az hasonló, gyakorlatilag ugyanaz, mint a föld felszínén, viszont a színe az teljesen más. Ez sárga, és itt is lehet látni a képernyőn, hogy piros, piros, nem zárva van, nem lehet bejönni. Ugye fent mutattuk, hogy az LHC üzemel, és ilyenkor nem lehet bemenni se a detektorokhoz, se az alagútba. Ez egy olyan kapu, ami néha nyitva van. Tehát amikor nincsen nyaláb, és valamiért van hozzáférési lehetőség a detektorhoz, tehát úgynevezett access, nem tudom, hogy lehet szépen mondani, Hozzáférés, igen. akkor a doziméteremmel, mivel nekem megvan minden vizsgám hozzá, én be tudok menni, ha Azért megvan mutasd már meg a hozzám. doziméteredet a Jó, olvasónak, közelebbről. nem az olvasónak, azért, Az olvasónak. De hogy szerintem rúg ki. azt fogja mondani, hogy csak sípolt egyet és semmi. Sipolt egyet, hogy na menjél haza. Nem nyert, nem nyert. Igen. Szóval ez van. Azt esetleg lehet látni, hogy ez szintén egy sikános dolog. Tehát ha véletlenül valakit feltöri ezt a kaput, és is be akar menni, akkor amíg feltörte a kaput, az LHC-nál áll, és mire odaér, már nem lesz nyalába a csarnokba. Igen, és a Amit... sugárzásunk, ugye nagyon, nagyon nem olyanok vagyunk, mint egy atomerőmű, nekünk a sugárzásnak a legnagyobb része az abból származik, amikor van nyaláb. Ha nyalábot kikapcsoljuk, akkor persze marad valamekkora felaktiválódás, de ez messze nem olyan veszélyes, mint mondjuk egy atomerőműnél. Ezek az ajtók egyébként feltörhetők, nem fogjuk megmondani, hogy hogyan, úgyis rájönnétek, ha ott lennétek, és szükségetek lenne rá. Ha, ahogy mondta a Noémi, ha feltöritek ilyen állapotban az ajtót, akkor azonnal leáll a gyorsító. Cserébe belül is, meg kívül is van kamera, és minden rögzítve van, minden esemény, ami ott zajlik. Tehát messzire nem lehet eljutni, anélkül, hogy valaki meg ne kérdezné, hogy ezt a viccet miért csináltad. Jó, Noémi. Közben azt akarom mutatni, hogy van egy ilyen jelzőnk, ami jelez mindenkinek, aki itt van, hogy be van kapcsolva a CMS-nek a mágnese. Messze vagyunk a detektortól. Ez a fal, ez egy 7 méter vastag vasbeton fal a két csarnok között, azért statikai okok miatt van. Viszont azért van egy kis szórt mágneses tér ebből a nagy mágnesből, ugye 3,8 tesla a mágnesen belül a tér, kívül a műanddetektoroknál 2 tesla, és ahogy ugye távolodunk a detektorról, egyre alacsonyabb a tér. Hoztam egy nagyon olcsó mágneses térdetektort, ez egy mágneses térdetektor, ez sima Nem gemkapocs. kapocs, igen. Igen. És igazából én tudom, hogy itt mennyi a tér, itt van amennyi tér van, ilyen millitesla körüli tér, de az arra jó ezek a gemkapocsok, hogy tudok velük demonstrálni. De lehet, hogy inkább itt a son, tehát hogyha én ide leteszem Ugye ezeket, Rodolfot akkor... tudjuk idézni, vigyázat, mert csalok, a aknafedél, ez vasból van, ez magába gyűjti a mágneses teret, tehát egy picit jobban látszik, amit a Noémi Kicsit mutat, de majd megerősíti. igen, de majd mindjárt fogsz mutatni olyat is, ahol ezt önmagában is lehet látni. És persze azt is meg tudom tenni, hogy a telefonomra ráteszek egy És ezt akár gemkapcsot. messze, messze ettől a vaslap lemeztől is meg tudod csinálni. Persze. Igazából ez az, amire céloztam, tehát Ugye ez egy nem csak azért iránytű. működik, mert van ott egy nagy vas. Igen. Ugye ez így egy iránytű, megmutatja a tér irányát, és hogyha megpróbálom elmozdítani, akkor ő nem akar beállni, de ha egy picit túlmozdítom, na, mondom túlmozdítom, na, csak sikerül, akkor beállul a tér irányába. Tehát ez a fizika. És ha ügyes vagyok, akkor össze is tudom őket. Lehet, hogy közelebb kell mennem a falhoz. Igen.
Et voilà. Igazi, igazi csalás. Úgyhogy itt el lehet szórakozni mágneses térrel. Ide látogatókat beengedünk, úgyhogy általában, ha nem lehet a detektort megnézni, azért ezzel lehet egy picit játszani a látogatóknak. Így van, és akkor pihenünk egy picit, amíg ők játszanak. Így van, én azt mondanám. Föld alatt én szerintem ennyit akartam megmutatni, Így ha van, csak nincsen más kérdés, igény. én arra gondoltam, hogy visszaadjuk a szót Budapestnek, és várjuk a kérdéseket, Ági. Közben én meg felmegyek a felszínre, jó? Várunk ide fönt. Így van. Jó. Kérdések vannak? Bátran. Á, ez az. Ilyen praktikus kérdés, csak azt szeretném megkérdezni, hogy ennek a létesítménynek, a támogató rendszereknek, illetve magának a gyorsítónak nagyságrendileg mennyi az energia szükséglete? Én ezt elég pontosan tudom. Ez nagyjából 200 megawatt. Ez akkor érvényes, hogyha minden jár, tehát teljes gyorsító komplexum, az összes kísérlet, és még az asztalomon a lámpa is, akkor olyan 200 megawatt körül zabálunk. Ez nagyjából egy Debrecen méretű városnak a energiafelhasználása. A franciáktól vesszük az elektromos áramot, hát van nekik. Esetleg másik kérdés? Jövök, jövök. Mik voltak a CERN legnagyobb kutatásai, és ezt hogyan változtatták meg a részecske fizikát, ha volt ilyen? Hát azért, szóval alapvetően amiben én élek, ugye ez maga a részecske fizikai rész, de hát nem csak részecske fizika, vagy legalábbis nem ilyen részecske fizika van csak a CERN-ben, amit látunk. De ha már csak ennél maradunk, ugye alapvetően annak idején úgy kezdődött a dolog, hogy jött a George Sharpak nevű úriember, aki azt mondta, hogy az addig megszokott részecske fizikai technológiák, megfigyelési technológiák helyett csináljunk valami vadonássúlyat. Tehát ugye addig ilyen buborékkamrák voltak, amikben lefotózták magukat az eseményeket, és akkor nagyon türelmes, és itt bizony, anélkül, hogy szexista lennék, azt kell, hogy mondjam, fiatal lányok értékelték ki, mert nekik volt elég türelmük hozzá, hogy ezt megcsinálják, és akár naponta 10-et is ki tudtak értékelni. És hát lehet érezni, ugye az előbb mondtam, hogy ami érdekes, az borzasztó ritka. Tehát ahhoz, hogy tovább tudjunk lépni, egy olyan új technológiát kellett kitalálni, ami már nem buborékok keletkezése, lefényképezése, ezeknek aprólékos kézimunkás kielemzésen alapul, hanem elektronikán. A George Sharpak volt az, aki kitalálta ezeket a gáztöltésű ionizációs kamrákat, amiket a mai napig használunk, ennek az ionizációnak tulajdonképpen a édes gyereke maga az, amikor egy szilíciumon a zárórétegben keletkezik elektron lyukpár, és ezt olvassuk ki, tehát a modern szilícium alapú detektorok is ebből a törzsből származnak. Tehát ahhoz, hogy ma 40 milliószor oda tudjunk nézni, mérni tudjunk, az bizony ennek a kollégának a életművébe tartozik, kapott is érte Nobel-díjat. Aztán az 80-as években ugye a részecske fizika, hát akkor még talán nem hívták standard modellnek, tehát nagyon lehetett érezni, hogy kellenek a elektromos, meg a gyenge kölcsönhatás egységes leírásához közvetítő részecskék, ezek a W meg az E bozonok, ezeknek a megtalálása is itt történt az SPS-en, Carlo Rubbia és Simon van der Meer elképesztő technológiai újításainak, illetve hát nagyon bonyolult felfedezési technológiájának köszönhetően Nobel-díjat is kaptak érte. És hát ugye legutoljára, ugye 10 évvel ezelőtt, nagyjából 10 évvel ezelőtt történt az, hogy a standard modellben oly nagyon hiányzó, utolsó oly nagyon hiányzó Higgs részecske is meglett, és az pedig itt lett meg, ezekben a detektorokban, tehát bennünk meg az Atlasban, az LHC gyorsítón. Tehát ez
bizony ez egész komolyan hozzájárul a részecske fizikához. Aztán persze, amivel nem járultunk még hozzá a részecske fizikához, tehát tudjuk, hogy biztos, hogy nem ez a teljes leírása a részecskéknek a fizikájának. Biztos, hogy kell, hogy legyen valami egyéb. Ugye a csillagász kollégák váltig állítják, hogy nem így forognának a galaxisok, hogyha nem lenne ott nagyjából négyszer annyi olyan anyag, ami nem világít, nem képez csillagot, nem hat kölcsön erősen, elektromágnesesen, leginkább csak gravitációsan hat kölcsön a többi anyaggal. Ugye ez az úgynevezett sötét anyag. Ennek a megtalálása is borzasztóan érdekes lenne, egyelőre még nem lejjük. A másik ilyen dolog az amikor a részecskéknek a, ugye nagyon nagy differenciák vannak tömegekben, tehát vannak nagyon könnyű és nagyon nehéz részecskék ebben a spektrumban, és hát vannak bozonok, tehát kölcsönhatás közvetítő részecskék, és vannak fermionok, ugye amik maguk az anyagot építik föl. Ennek a kettősségnek a egyik feloldása, elméleti feloldása az, hogy ennek kéne lenni egy tükörképének a szuperszimmetrikus részecskéknek. Ezek is nagyon várnak még arra, hogy megtaláljuk, vagy kizárjuk ezeket az elméleteket netán. Borzasztó érdekes lenne egyébként a kizárás is. Annak idején, amikor a Higgs-et megtaláltuk, akkor előtte, hát azért beszélgettünk fizikus körökben, hogy mi lenne a jobb, minek szurkolunk jobban, annak, hogy meglegyen, vagy annak, hogy kizárjuk a létezését. Én a magam 20 forintját arra tettem föl, hogy hát de jó lenne, hogyha nem lenne meg, mert akkor sokkal érdekesebb lenne maga a részecske fizika. De mondom, nem csak ebből áll a CERN-nek a dolgai, például az anyag-antianyag különbséget is előszeretettel vizsgáljuk. Nem is olyan régen volt egy olyan cikk, ami kijött arról, hogy igenis a gravitáció ugyanúgy hat az antianyagra, talán ezzel találkoztak a látogatóink. Jó, Ági? Ne haragudjatok, itt azért kezdődött ez a topzódás, mert lassan kezdődik egy nagyon izgalmas csillagászati témai előadásunk, úgyhogy sajnos... Akkor átkötöttünk erre, jó. De köszönjük meg, András, úgy érzem, már nem lesz időnk ma, viszont nagyon szépen köszönjük nektek ezt az egész virtuális körbevezetést, meg hogy itt voltatok, és hát reméljük, hogy majd akkor jövőre vagy egy következő alkalommal is találkozunk. Ági kért... Ági kérte a Gabi, hogy promózzuk a november 16-ai CERN 70-et, ja, igen, ahol hát szintén összejövünk. Ezt szeretnétek, ahol ki szintén vagy én összejövünk. Tegyem meg. Így van. Jó, oké. Nagyon örülünk, hogy itt lehettetek. Köszönjük Andrásnak is, hogy segített minket. És hát remélem, minél hamarabb találkozunk. Sziasztok! Reméljük, köszönjük Sziasztok. Szépen. Hát a CERN 70 ünnepség lesz majd novemberben itt az ELTE-n. Akkor legközelebb valószínűleg hasonló programokkal várunk itt mindenkit sok szeretettel. Sziasztok, köszönjük Igyekszünk, szépen! Sziasztok, sziasztok, jó estét kívánunk, sziasztok!